egy politikai deklaráció formájában egyfajta stratégia elfogadására kerül sor. Ez nem kimondottan egy stratégia, de akként is szoktuk nevezni. Visszafogottabb ez a deklaráció, mint volt a 10 évvel ezelőtti, de azért azt mondja, hogy újra megerősíti azt az objektívot, azt a nézőpontot, hogy támogatni kell a teljesen a drogoktól mentes világ megvalósítását. Magyarország elnöke volt az ENSZ kábítószer bizottságának. Ez 1984-ben volt, és engem érdezem egy tiszteletetés. Kérem, akkor, hogyha ezen a ülésen valamelyik felszólaló azt mondja, hogy meg kell valósítani a drogmentes világot, én az elnöki jogommal élve megmondtam volna tőle a szót. Mert ilyet nem, józan ember ilyet nem mondhat. Gyakorlatilag itt a politikai deklarációban ilyen copy-paste módszerrel átvették a 98-as deklaráció számos célkitűzését, például azt, hogy ugye 10 év alatt jelentősen csökkentve meg kell szüntetni a kábítószereknek a kereskedelmét. Én azt gondolom, ez egy totálisan valóságtól elrugaszkodott célkitűzés, amit az elmúlt 10 év történései is igazolnak. Az Európai Bizottság éppen egy-két nappal az előtt a bizonyos ENSZ ülés előtt jelentette meg a maga értékelését az elmúlt 10 évről. És ez az értékelés, ami azt gondolom, hogy az egyik legalaposabb elemzése a globális drogpiacok alakulásának, azt a következtetést mondta le, hogy 10 év alatt nem sikerült jelentős hatást gyakorolni a különféle drogpolitikai beavatkozásoknak arra, hogy mennyire hozzáférhetőek a drogok egy országban. Hogyha megnézzük, hogy ez a drogmentesítés kínálat csökkentéssel érvényesüljön, ennek a gyökerei 1961-ben vannak. Ekkor fogadtatta el az Amerikai Egyesült Államok az ENSZ-el, hogy a kínálatot korlátozni kell olyan mértékig, hogy ne lehessen hozzájutni. Tehát itt kezdődik a dolog, és ha mérleket akarom felállítani, akkor nem 98-ban és nem is 87-ben kell kezdenünk, hanem 1961-ben. Ópium és morfin plusz heroin foglalások, hogyha alakultak a világon, a morfin heroin számítva konvertálva ópiumra, hogy a 1961-es egyezmény idején, amikor életbe lépett, ez mennyi volt? 47 tonna. Nem sorolom fel a 10 évenkénti adatokat, aztán 95, akkor még csak 687 tonnánál tartottam. 2005-ben 1252 tonna volt a foglalás. Ez egy jelentős előrelépés a drogmentes világhoz vezető úton. Ezt azért is mondom, mert az illegális ópiumtermelésre van ENSZ becslés. Ez 4620 tonna volt ebben az évben. Ebből lefoglaltak 1252, tehát az egynegyedét, és mindössze 3368 tonna alatt érdekelés előnygyártásra. Hát kérem, a fél világot el lehet látni heroinnal ebből a mennyiségből. Hát ez önmagáért beszél, hogy ezt az ENSZ nem veszi figyelembe az ENSZ kábítószer bizottsága, meg a különböző emelt fórumok és a többi, hát engedelme. Itt nem a drogmentes világról kellene beszélni, hanem hogy lehetne mentesíteni olyan emberektől a nemzeti szervezeteket, akik ezeket a hazugságokat szajkózzák és vezetik az emberiséget. Az Európai Unió tagállamai azok valamilyen fajta álláspontot foglaltak el, és megpróbáltak többé-kevésbé egységesek maradni a politikai deklaráció elfogadása során. Ez nem sikerült, meg voltak olyan tagállamok, amelyek kikacsítottak ebből a rendszerből. Ilyenek voltak az olaszok és a svédek és a franciák. A politikai deklarációban nem szerepelhetett az általam csökkentés, Európában teljesen elfogadott drogpolitikai világa. Annak a jelentőségét nem lehet lebecsülni, hogy az általam csökkentés, mint kifejezés nem szerepel a politikai deklarációban. Ennek Magyarországon vagy mint Nyugat-Európában sok jelentősége nincsen. Itt ugyanis a kormány és különféle dokumentumok, nemzeti drogstratégiákban szerepel az ártalom csökkentés. Hol van ennek jelentősége? Például Oroszországban nagy jelentősége van, vagy Dél-Kelet-Ázsiában nagy jelentősége van, ahol az ártalom csökkentés nem szerepel a hivatalos politikai dokumentumoknak a szintjén. Itt ugyanakkor rendkívül súlyos problémákat jelent például az, hogy a
HIV-fertőzések nagy része az a fecskendők átadása miatt történik, droghasználattal függ össze. És itt olyan szervezetek, talán éppen emiatt a dolog miatt, hogy nem szerepel ebben az ENSZ dokumentumban az ártalomcsökkentés, nem kaphatnak támogatást, vagy éppen a, nem tudnak mire hivatkozni, amikor mondjuk a rendőrség a tűcsere program munkatársait vagy klienseit elő akarja állítani. Bár nem kerül az ártalomcsökkentés, de ugye belekerült a vonatkozó, támogató szervezetek, vagy szolgáltatások elnevezés. 27 ország nyilvánította ki azt a szándékát, hogy az ártalomcsökkentés számára hogyan jelenik meg a dokumentumban. Elköteleződtek azon előterjesztés mellett, amelyik arról szólt, hogy mikor az ENSZ politikai deklarációja a vonatkozó támogató szolgáltatásokról van szó, akkor ők ez alatt az ártalomcsökkentő szolgáltatásokat fogják érteni. Ezt az értelmező rendelkezést ugye a német nagykövet ismertette, ehhez kapcsolódott Magyarország is. Amikor ennek a felolvasása megtörtént, akkor egy kicsit remegette a levegő a terembe, ugye ott volt 100-valahány ország, és ugye 25 ország feláll, és azt mondja, hogy másképp gondolja. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pillanat volt, ezt a kívülállók nem nagyon értették meg, de az egy jó érzés volt, amikor azok, akik nem ültek a teremben, de bent voltak szakmai szervezetek, képviselői, civilek, azok megtapsolták a német nagykövetet a felszólalásáért. Én úgy gondolom, hogy ezért érdemes volt tenni valamit. A tegnapi napon került sor az EU és az USA közötti trojkára, ami az első olyan trojka, ami az Obama adminisztráció kinevezése után hivatalba lépett külügyminiszter helyettes vezette az amerikai delegációt, és az egyik talán az ENSZ szempontjából is elég érdekes megjegyzés az volt, hogy retorikai változásként az amerikaiak nem fogják többet használni a fight against drugs, a kábítószer ellenes harc. Ott azt mondják, hogy egyrészt ő szerint nem érte ez a hozzáállás a sikeret, tehát nem vezetett sikerhez ez a hozzáállás, másrészt ők is úgy látják, hogy elég sok ellenszenvet válthatott ki. Az UNCLOS kapcsán megállapíthatjuk azt hiszem azt, hogy mikor került sor az amerikai kormányváltásra, az nekünk körülbelül fél évvel túl későn jött. Hogyha megnézzük azt, hogy ki támogatja a UNODC-t nagy mértékben, ez az Európai Unió és az Európai Unió tagállamai és a bizottság, mint legnagyobb donor, ugye, hogy kifizeti a prímást, már nem az amerikai fizetik a prímást, illetve a második legnagyobb hozzájáruló donor az Amerikai Egyesült Államok. Hogyha ezt a kettő, akármi donorként jelentős térséget, akár csak mint releváns drogpolitikával bíró térséget egy oldalra sikerülne állítani, és úgy néz ki, hogy ez a következő években talán sikerül, akkor talán a következő UNGASZ vagy a következő ehhez hasonló stratégia politikai deklaráció nem fog ekkora, ennyire, nem lesz ennyire nehéz ilyen dolgokat, mint például az ártalomcsökkentést bevenni ebbe. Egyet értek mindazokkal, akik az ártalomcsökkentést forszírozzák, és itt a civil szervezetek itt jó munkát végeznek, elkövetnek egy bűnt. A 1961-es egyezmény előírta azt, hogy az ópiumhoz csak gyógyszertárak újítását, illetés recept lehet hozni. Ez azzal járt együtt, hogy Indiában az ópiumotokat bezárták. Indiában az ópium volt a legfontosabb gyógyszer. Az ópiummal fájdalmat lehet csillapítani, az ópiummal altatni lehet, az ópium kiváló geriatrikum, az ópiummal le lehet állítani a hasmenést. Na most a trópusi országokban mi a legnagyobb probléma? Az, hogy millió számra pusztulnak a gyerekek a hasmenés következtében, a rosszul táplált gyerekeknél. Egy hasmenés az a halál. Tehát itt az ártalomcsökkentésnél a legelső célkitűzés az kellene, hogy legyen, hogy biztosítani, tehát a nemzetközi kábítószer ellenőrzési rendszer által okozott ártalmak ellen föllépni. Ezért csak úgy lehet, hogy biztosítani kell a gyógyszerként való hozzáférést.